szignifikánsan, vagy valakinél ez rendszeresen előjön. Szakmai beszélgetés zajlik a borbíráló bizottság tagjai között Tamásiban. A településen minden évben tavasszal kerül megrendezésre az esemény, amelyre ezúttal a tamási járáson túli településekről is érkeztek borminták. A szervező művelődési központ a szakmaiságot tartotta szem előtt ezúttal is. Kínosan vigyázunk arra, hogy a leadott borminták semmiképpen ne lehessenek beazonosíthatók a bortermelőkkel, borászokkal, úgyhogy most már jeligét se kérünk, és igazándiból három művházas tudja csak, hogy mely bormintához mely bortermelő kapcsolódik. Természetesen így evidens, hogy a zsűri tagjai sem tudják ezt. Szakavatott zsűri pontozta a leadott fehér, rozé és vörös bormintákat. Mindegyik asztalnál egyfajta bort kóstoltak csak. A társadalmi zsűrire, akik a helyi borbarátkör tagjaiból kerültek ki, a tamási minták pontozása várt. A 2022-es nem volt rossz évjárat, hangsúlyozta a zsűri elnöke. Fehér borokban is szép, zamatos, jó ízű fehér borokat lehetett készíteni. Hál' Istennek szép, hosszú, száraz ősz volt, tehát növényvédelmileg sem volt olyan probléma, ami akadályozta volna azt, hogy jó bort készítsenek a gazdák. És én úgy gondolom, hogy így a jobbik évjáratok közé sorolható. Mindenképpen oda kell figyelni a kénes savszint tartására, erre hívta fel a termelők figyelmét a zsűri elnöke.